Tisztelt vendégeink, a következőkben a 2018-as esztendő értékelése következik. Egészen pontosan csak egy kivonata az évnek, hiszen ha felsorolnánk mindazt, ami kitöltötte a város vezetésének és a kollégák mindennapjait, akkor nem kellene meghívót küldenünk a 2019-es polgármesteri fogadásra, mert hogy addig itt lennénk, és ezt minden túlzás nélkül mondom. Megkérem városunk polgármesterét, hogy tartsa meg prezentációját. Köszönöm szépen, és én is nagy tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. Az elmúlt évek hagyományaihoz megfelelően az elkövetkezendők szerintem körülbelül szűk fél órában, de igyekszem rövidebb lenni, bár nem is szeretném túlesni rajta, mert nagyon sok mindenről tudok számot adni. Az elmúlt évekhez hasonlóan egy rövid összefoglalást adnék képekben, számokban arról, hogy mi zajlott 2018-ban az önkormányzat életében, alapvetően a fejlesztések, a beruházások tekintetében. De mielőtt konkrétan és részletesen a pályázatokról, a fejlesztésekről mondanék néhány szót, és tényleg nem szeretnék mindenkit nagyon sok számmal untatni, néhányat azért mégis úgy gondolom, hogy fontos lenne áttekintenünk így kezdéskor. Ezen az ábrán három dolgot foglaltunk össze, és magának az ábra elemzését is mindjárt megteszem, nagyon egyszerű és áttekinthető, de nagyon beszédes számokat tettünk föl erre a diagramra. Az első, a 2014-től mutatunk meg mindent 2018-ig, a kék oszlopdiagramok mutatják azt, hogy mekkora volt az adott évben a város költségvetésének a fő összege. Jól látható, hogy még 2014-ben 2,2 milliárd forint volt ez az összeg, és bár 16-ban volt egy kisebb megtorpanás, a trendvonal mégis csak egy emelkedést mutat, és 2018-ra ez az összeg meghaladta az 5,6 milliárd forintot. A másik, amit szintén jól olvashatóan megnézhetünk az ábrából, azok a narancsága oszlopdiagramok, azon pedig azt tüntettük fel, hogy ebből az összköltségvetésű keretből, amivel mi gazdálkodunk, mennyit fordítottunk fejlesztésekre, beruházásokra. És jól látható, hogy mi 2014-ben ez az összeg 427 millió forintot alig haladta meg, 2018-ban 3,6 milliárd forintnál is több fejlesztést fordítottunk a városra, ennyit költöttünk beruházásra, fejlesztésre. Ha egy gyors szózást elvégzünk így fejbe, a kilencszeres növekedés az nem tűnik túlzónak 4 év alatt, bár ez vita kérdése, 14 és 18 között 4 vagy 5 év telt el, de ezt a kis matematikusokra hagyom, jegyzőasszony gyorsan mindjárt meg fogja mondani. A harmadik szám, amit egy százalék, ami azt fejezi ki, hogy a főösszegből arányosan, százalékban mennyi az, ami fejlesztésre fordítódott, 18,94%, tehát nem egészen 19, és idén ez az arány a 64,5%-ot is meghaladta. Én azt gondolom, hogy akár itt be is fejezhetném a prezentációmat, mert ezek a számok önmagukért beszélnek, de azért mégsem ezért jöttünk össze, úgyhogy szívesen folytatom tovább, és mondtam, hogy sok számmal nem terhelek senkit, de még egy ábra elejéig érdemes arról is beszélni, hogy ennek tükrében és ezzel együtt hogyan alakult az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel az város életében. Látszik, hogy 14-ben 19 ezer forintot épp, hogy meghaladta, ma ez az összeg 27,5 ezer forint nagyságrendileg. Ezt a számot sok szempontból lehet értékelni és elemezni, én csak kettőt emelnék itt ki ebbe a körbe. Egyrészt nyilván az önkormányzat szempontjából, már látjuk a központi költségvetésnek a fő számait, hiszen ez a törvény megszületett már, hogy az önkormányzat életében nem biztos, hogy adott pillanatban ez az emelkedés minden esetben jót jelent, hiszen a központi költségvetésből úgy kapunk támogatásokat ennek a mutatónak a függvényében. Ha nekünk ez a számunk nő, a központi költségvetésből kapott összeg csökken, hál' Istennek nem minden feladat ellátásnál igaz ez, és bízom benne, hogy nem is fogja nagyon megterelni a jövő évi költségvetésünket. És akkor kezdjük meg azokat a pályázatokat áttekintését, hogy mik is valósultak meg, mik zárultak le 2018-as esztendőben. Ezen a dián csak felsorolás jelleggel mutatom be valamennyi olyan toppos forrásból, illetve más pályázati forrásból megvalósult beruházásunkat, fejlesztésünket, amelyet az idén be is tudtunk fejezni. Összességében látszik, hogy ez közel 2 milliárd forint fejlesztést jelent, és majd a későbbiekben képek formájában beszélnék inkább bővebben róluk, szerintem az úgy sokkal szemléletesebb
A szennyvíztelepről majd mutatok egy-két képet és egy-két gondolatot, majd bővebben is mondok róla, mint ahogy a csapadékvíz infrastruktúra fejlesztésről, inkább most, mert hogy ott ugyan már magát a pályázatot megnyertük, 229 millió forintot, lezajlott a közbeszerzés, a kivitelező kiválasztása megtörtént, sőt, ha jól tudom, akkor már a munkaterület átadás is megtörtént, és valamikor időjárás függvényében 2019. januárjában megkezdődhet a beruházás, arról még értelemszerűen képeket nem fogok tudni mutatni. És akkor, ahogy ígértem, néhány fotó, bár rögtön a legelső, az nem pályázathoz kapcsolódik, legalábbis nem a miénkhez, a Magyar Közút közelműködésével és finanszírozásából valósult meg az a beruházás, ami én azt gondolom, hogy bonyhádiak lévén itt a teremben nagy többséggel ez a kép úgy rendesen beleégett az agyunkba az elmúlt években, hiszen ezt fogadott mindnyájunkat, aki az Zrínyi utcát használta, de azért 2018 év elejére már mégiscsak ilyen módon tudtunk közlekedni a Nepomuki-Szent János hídon, és rögtön az évet, az első munkanapot azzal kezdtük ebben az esztendőben, hogy ünnepélyes keretek között fel is avattuk át, és adtuk a hidat a közlekedőknek. A fotón éppen István atyát látjuk, aki megáldja az egyébként több mint 230 éves hidat. Megyében azt gondolom, hogy ez egyedülálló. Államtitkár úrral nézek, szerintem ő pontosan tudja, hogy mikor épült. De a 230 az nagyságrendileg jó lehet. 1782-83, valami ilyen számra emlékszem. Egy következő beruházás, illetve a mi szempontunkból az első toppos uniós forrásból részben és a kormány támogatásával valósult meg egy ipari csarnok bővítés a Völgységi Ipari Parkban. Ez már a harmadik csarnok, amelyet a Schaefer Ösztönlek Kft. Használatba vett a felépülés óta, ugye a legelső egy 4000-es csarnok volt, aztán ők építettek egy 1000-est, és ebből a pályázatból pedig egy 1297 négyzetméteres csarnokot tudtunk építeni. Azóta ők ezt már belakták, használják, ez valamikor tavasszal történt államtitkárok gyűrűjében az ünnepélyes átadáson. És hogyha bocsánat, egy pillanatra megállok még, mert hogy meg a fotón is megpillantottam ügyvezető igazgatóra, bár itt a teremben tudom, hogy itt van, de nem látom, hogy hol ül. Józsi, segíts nekem, kérlek, hol vagy? Nem látlak? Jó. Akkor azért néhány mondatot hagyd mondjak el, hogy nagyon nagy változás volt a cég életében. A 2018-as esztendőben új francia tulajdonosok vásárolták meg a németországi anyavállalatot, akikkel már volt szerencsénk a városvezetés szűk körével tárgyalni, és az új tulajdonosok arról biztosítottak minket, hogy további fejlesztéseket és bővítéseket terveznek itt Bonyhádon. Bízom benne, hogy az önkormányzat tud ebben majd partner lenni, és egyet tudnak újra ők is előrelépni. Tavalyi prezentációmkor, akik itt voltak, emlékezhetnek rá, hogy beszámoltam a Varázskapu bölcsőde és óvoda fejlesztéséről és beruházásról, és akkor is elmondtam, hogy miután ez az intézmény nem csak Bonyhád városát érinti, hanem a környező négy település óvodái is ehhez az intézményhez tartoznak, ezért már a pályázat benyújtásakor a térségi szerepvállalást teljesen konkrétan és komolyan véve úgy nyújtottuk be a pályázatot, hogy valamennyi mind a négy település óvodája szintén megújulhasson, ne csak a bonyhádi. Bonyhád esetében egy tagintézmény, a Ficánka óvoda került átadásra még 2017. szeptemberében a tanítmányításra. Ebben az esztendőben pedig folytatódott a projekt, csak már nem Bonyhádon, hanem a vidéki óvodákban, így Kisdorogom, Kisvejkém, Izményben, és Várajánon is felújításra került az ottani óvoda, ami a Bonyhádi intézmény része, és ezzel le is zárult ez a projekt is. Szintén egy régebbi fotó, bár nem olyan régi, 2017 nyarán készült, ez a Percel utca 27-ben található családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épülete látszik még a múltban, és utána, amikor elkezdődött a felújítás és a beruházás, nem sokkal az első fénykép készülte után, néhány hónappal, már látható, hogy nagyban dolgoznak a felújításon, aztán a vége felé jár az a beruházás. Ebből a pályázatból 150 millió forintot forrás nyertünk, nem csak maga az épület tudott teljesen megújulni, hanem nagyon sok eszközvásárlásra is sor került. Itt egy-két belső fotót is betettünk a prezentációba, láthatóan jól belakták már az intézmény dolgozói. Egy nagyon jól felszerelt konyhával is rendelkeznek, amit egyébként a mindennapokban nem csak ők használnak, hanem a családsegítőben járó, rászoruló családokat is életvitel, vezetésre, konkrétan főzésre, mit és hogyan vásároljanak be, hogyan tanuljanak meg okosan és ügyesen gazdálkodni abból a pénzből, amiből egy hónapban egy szűkösebb család is gazdálkodik.
ez a terem és ez a helység, ez a nagy konyha jól felszerelten lehetőséget biztosít. Egy kép az ünnepélyes átadóról, és miután a Szélkakasos óvoda udvarában helyezkedik el, az az intézmény is, örömmel láttuk őket az ünnepségen, az átadáson, ők színesítették az átadó ünnepséget. Következő fotók már egy újabb fejlesztés, egy újabb beruházás, amely szintén lezárult 2018-ban. A helyszín váralja, ha esetleg valaki nem is ismert volna rá, ott 1978-ban épült egy ifjúsági tábor, akkor még úttörőtábor, amely az elmúlt 40 év során olyan nagyon sok komolyabb felújításon nem ment sajnos keresztül, bár gyönyörű környezetben, ugye a Keletmecsek lábánál egy festői természeti tájban található a Bonyhádváros önkormányzatának az ingatlana, és én úgy érzem, hogy kellő mértékben sosem volt úgy kiaknázva, mint amit a lehetőségek rejtettek volna a helyszínben, de folyamatosan arra törekedtünk az elmúlt 20 évben, amennyire nekem rálátásom van 98 óta az önkormányzat életébe, hogy valamit ezzel jó lenne előrébb lépni. Hát idén sikerült. A felújítás része volt az az év főépület, az ebédlő, ami teljesen megújult kívül belül, illetve a másik épület pedig egy ilyen vizes blokk, mosdók, amiről talán egy beltéri képünk is van. Én azt gondolom, hogy a mai kor követelményének maximálisan megfelel, és így várja a táborozókat. Egy nagyszerű játszótér is megépült az ifjúsági tábor területén, amiről az első kritikákat a gyerekek rögtön meg is fogalmazták, és rögtön birtokba is vették. Igyekeztünk úgy befejezni a beruházást, hogy arra a szezonra, ami a tábor nyitási szezonnak számít, jelesül, bezár az iskola, tanévzárás van június 15-én, azt követő hétfőn már, ha jól emlékszem, meg is nyitotta a tábor a kapuit, a 3-as iskola tanulói 2 héten keresztül vették elsőként birtokba, és nagyon nagy, sok élménnyel gazdagodtak. Itt szintén az avatásról egy fotó. És akkor újabb pályázat, újabb lezárt beruházás. Itt már a Percer utcában vagyunk. Aki napi nap jár rajta, pontosan tudja, hogy hol járunk. Kerékpáros pályázat révén, gyakorlatilag a templomtól egészen ki az ipari parkig megújulhatott a Percer utca. Hát ez a kép fogadott minket még jó néhány hónappal ezelőtt, hosszú éveken keresztül egy szakaszán a Percer utcának, és ma már ilyen körülmények között tudunk rajta közlekedni. Szerintem valamennyi bonyhádi polgár javára szolgál, és igyekeztünk még azt is segíteni, hogy a munkába járás és az ipari parkba egyszerűbb legyen. Itt a végén a projektnek a kerékpár sáv is kiépítésre került. Szintén utak felújításáról mondok néhány gondolatot, de ezek már nem toppos, nem uniós forrásból, hanem magyar kormány támogatással valósultak meg 2018-ban. Két utcát tudtunk felújítani, 30 millió forintot nyertünk. A Bezeréd, illetve a Móricz Zsigmond utca került felújításra. Ez a Bezeréd utca, hogy hogy nézett ki felújítás előtt, és hogyan tudunk ma rajta közlekedni. A másik pedig a Móricz Zsigmond utca még mielőtt felújításra került. Szerintem Márpi, te is emlékszel rá, hogy hosszú éveken keresztül próbálkoztunk a Móricz Zsigmond utca felújításával, még államtitkár volt a polgármester, és valamiért sosem nyertünk, és megmondom őszintén, ha én lennék a döntéshozó, egy-egy ilyen fotó alapján nem biztos, hogy én is odaítéltem volna azt a 30 milliós támogatást, mert hogy a fotó nem adja vissza, hogy egyébként milyen minőségi volt ez az út, de mi bonyhádiak pontosan tudjuk, hogy nagyon rossz volt rajta közlekedni, és ezért is örültünk annak nagyon, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, ilyenkor évvégén kaptuk a jó hírt, hogy megnyertük a 30 milliós támogatást, amelyhez 13 millió forint önerőt tett a város, és akkor a mai napon már ilyen körülmények között tudunk rajta közlekedni, bár ez a fotó nem ma készült, hiszen ha ma járnánk, és ma járnánk a Móricz Zsigmond utca felé, akkor azt láthatnánk, hogy azok a beteg platánfák már nincsenek az utcában, amelyeket az erdészi szakvélemény, az összes utca lakója és az önkormányzattal összhangban kivágásra kerültek, és ahelyett már az Életfa program keretében 21 darab gömbkörist ültettünk az elmúlt hetekben. Mindkét oldalon a járdák is új aszfaltréteget kaptak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Móricz Zsigmond utca az most teljesen rendben van, remélem egy darabig nem kell sok mindent költeni rá. Újabb fejlesztés, újra beruházás, szintén lezárult, nagy örömünkre a zeneiskola épülete a felújítás megkezdésekor, és annak befejeztével azt hiszem, hogy elég szembe ötlő a különbség, és nagyon jól sikerült beruházásról beszélhetünk. Egy másik szempontból, egy másik szögből készült fotó alapján a beruházás megkezdésekor, illetve annak befejeztével
a kész épület. Bocsánat, még itt visszamegyek egy pillanatra, mert hogy ennek még nem történt meg az átadása, és ennek is oka van. A pályázat nem mindenre terjedően ad lehetőséget, hogy mire használjuk a forrásokat, de még van bőven teendő az épületen. A jövő évi költségvetésből igyekszünk olyan forrásokat biztosítani rá, hogy teljesen be lehessen fejezni. Hiányzik itt még a bejáratnál lépcső, a kivitelezővel megegyezés alatt vagyunk egy parkolóépítésben, amely térkövet kap, és nagy igénybevételnek van folyamatosan kitéve. A belső udvar is arra vár, hogy rendezésre kerüljön, sőt, még ha jól tudom, egyfajta szigetelés is vissza van. Úgyhogy mindezek, ha elkészülnek, akkor valamikor jövő évben, tavasszal, nyár elején, még a tanév zárás előtt szeretnénk, hogyha ez átadásra kerülhetne, mert akkor mivel mással, hanem a zeneiskolások kiváló műsorával ünnepélyes keretek között fel lehetne avatni és át lehet adni a megújult intézményt. Még egy toppos forrás, még egy beruházás, még egy győztes pályázat, ami lezárásra került, ez a Zöldváros projekt, a Milyen Kit a tér címmel nyújtottunk be, 475 millió forintot nyertünk erre a forrásra. Kicsit csalós a dolog, mert aki nem ásta magát olyan mélyen bele, mint ahogy egyébként nekünk szükségszerűen benne kell lennünk, azért a beruházásnak egy jelentős részéből semmit nem látunk, mert a föld alatt van, nagyon sok közmű kicserélésére került sor az építkezés során. Ez az épület a volt pavilon, lehet, hogy valaki rá sem ismer. Ma színpadkiszolgáló épületként funkcionál a művelési központnak a fenntartásában, amelyről ma döntött a képviselőtestület, úgyhogy teljesen friss hír. És maga a színpad és annak környéke is megújult. És építettünk egy sokféleképpen nevezett, attól függ, hogy a pályázatról beszélünk, vagy a valóságról, vagy sok, bár ezzel azt feltételeztem, mint a pályázat nem volna az, de mégiscsak nagyon sokféle néven fut a köztudatban a Fröccs terasz, a helyi termékbolt, és bárminek is hívjuk, elkészült egy olyan modern, minden igényt kielégítő vendéglátó egység, akinek már a bérlője is megvan, és amelyben helyi termelőknek a borait, mézeit és különböző termékeit fogjuk tudni árusítani a bérlővel közös megegyezésben. December 1-én adtuk át, rendkívüli körülmények között, szerintem az idei téli akkor addigi leghidegebb napja volt, talán a második a mai. Államtitkár úr, hány fok volt december 1-én, pontosan tudod? Nem itt volt a leghidegebb, nem baj, mi erősen fáztunk délután 4 órától este 8-ig, de megérte kitartani, mert nagyon-nagyon sokan részt vettek ezen az átadáson. Tényleg már rögtön az első programoknál csatlakoztak hozzánk, és miután nagyon nagy az érdeklődés arra is, hogy egy megújult teret, egy új közterületet hogyan nevezzünk el, volt kezdeményezés több részről is, hogy mi legyen ennek a térnek, ennek a közterületnek ezentúl majd a jövőben a neve. Magának a névadásnak a kötelezettsége, vagy a joga, az a képviselőtestület jogköre. De én azt gondoltam, hogy ebben a témában igazán jó kikérni a város lakosságának a véleményét, mert miért ne kérdezhetnénk meg azt, hogy ki mit gondol erről. És a több javaslatot, ami az eredeti kaszinókertet is magába foglalja, jött javaslat Vörösmarty Parkra, Főtérre, sőt Városligetre is. Ez a díja a tegnapi állást mutatja a szavazásba. 1919-en vettek eddig részt, és látszik, hogy a eddig 41,1%-kal a Vörösmarty Park vezet. És átugrunk azokra a beruházásokra, amelyek nem pályázati forrásból valósultak meg 2018-ban Bonyhádon, és még mindig nincsen vége. Első helyre és kiemelt helyre természetesen a Városi Sportcsarnokot tettem. Ennek egyetlen egy apropója van, a legnagyobb mértékű beruházás 2018-ban nem pályázati forrásból, hanem Magyarország kormányának a támogatásával megvalósuló pályázatból, forrásról beszélünk. 674 millió forint támogatást kaptunk 2016. decemberében, amely építkezés 2018. április 7-én került átadásra. Ehhez tett önerőt az önkormányzat, illetve a sporttechnológiára a Kosárlabda Egyesület a TAOS forrásokból is biztosított még forrásokat. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ma a sportcsarnok. 750 négyzetméterrel megnövekedett az eredeti alapterülete. Ugye ez is egy 40 évvel ezelőtt épült intézménye volt a városnak. Azóta már bízom benne, hogy megpucolták az ablakokat, ez egy régebbi kép, még a felújítást követően. Belülről, ha valaki esetleg még nem járt benne, így néz ki ma a terem. Olyan lelátóval, ami sosem volt még Bonyhádon a sportcsarnokban, hiszen hely sem volt rá. És a másik oldalon, bocsánat, kettőt ugrottam,
A másik oldalon pedig egy mobil ellátót is építettünk, hogyha olyan esemény van, akkor akár 600 fő befogadására is alkalmas ma a sportcsarnokunk. Ahogy említettem, április 7-én adtuk át egy sportos jó hangulatban, nagyon-nagyon sok bonyádi érdeklődő együtt ünnepelt velünk, mozgalmas volt a díjátadás, illetve maga a rendezvény, kicsik is, nagyok is, kosarasok, sportolók, mindenki részt vett, egy jó hangulatú kosármeccs is volt, és a végén természetesen bulival zárult. Következő ilyen fejlesztés és beruházás, amelyek a város saját forrásaiból valósultak meg 2018-ban. Ezek közül csak hármat említenék meg, és igyekszem röviden, de mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes róluk néhány szót ejteni. Említettem már az előbb a várai ifjúsági tábort a toppos forrásból. Abban a tekintetben a táborban a 40 év alatt 12 ilyen kis ház volt használatban a táborozók használatára. Úgy döntöttünk, hogy ebből a 12-ből 3-at kiveszünk a táborozók közül, hiszen ma már nem annyira életszerű, hogy egy 10 fő befogadására alkalmas ilyen házikóval egyszerre 120 gyerek megy táborozni, inkább az az 50-60 fő, ami ideális a tanárok szerint. És ezt a hármat teljesen átalakítottuk. Az volt az elgondolásunk, hogy olyan igényes, bakancsos turistáknak tudjunk szálláshelyet biztosítani ezen a gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező területen, aki, hogyha eljön ide bárhonnan, akár az országból, akár az országhatáron túlról, akkor megtehesse ezt olyan körülmények között, ami a mai kor követelményeinek azt gondolom, hogy maximálisan mindenben megfelel. És akkor itt megint visszafelé lapoztam, bocsánat, így néz ki a konyha része, van egy kiváló felszerelt és nagyon igényes vizes blokkja, és egy nappali része, és azóta, amióta a szállás.hu-n is meghirdette a sportcentrum igazgatója és munkatársai ezt a három bakancsos házat, rögtön a meghirdetést követően néhány nap alatt 38 vendég éjszakát tudtunk rögzíteni, úgyhogy jó irányba haladunk, és abban is bízunk, hogy amikor majd ez úgy igazán beindul, és maximális kihasználtsága lesz az épületeknek, akkor az ebből befolyó jövedelemből a további kisházak is felújításra kerülhetnek. Teremtsük meg mi magunk a forrást erre, ez volt az elgondolás. És akkor néhány gondolat a naperőmű parkról, mert hogy több éven keresztül többször elhangzott néhány gondolat, mindig éppen abban az aspektusban erről a beruházásról, ami éppen akkor aktuális volt. Szintén topos forrásból szerettük volna megvalósítani, nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy ez a pályázatunk is sikeres legyen. Gyakorlatilag minden engedélyt beszereztünk, még olyat is, amire egyébként akkor nem tudtuk, hogy nincs rá szüksége, jelesül a kátengedély, de ez későbbiekben nagyon jól jött az önkormányzatnak. Olyan előkészítő munka zajlott, ami sok-sok idő, energia és természetesen anyagi is értek alatta, amit sajnáltunk volna veszni hagyni, és amikor arról értesültünk, hogy ez a pályázatunk sajnos nem járt a 16-ból, ez volt az első, akkor a testület mégiscsak úgy döntött, hogy ha már minden ilyen szinten előkészült ennél a projektnél, akkor mégiscsak valósítsuk meg, csak kell hozzá forrást találni. A testület úgy döntött, hogy hitelt veszünk föl, 200 milliós hitelszerződést meg is kötöttük már a legjobb ajánlattevővel, ami jelesül a Hungária takarék volt. És itt szeretném ezúton ebben a körben is megköszönni igazgató úrnak, hogy olyan kamatot ajánlottak meg nekünk, hát amit nagyon jó szívvel elfogadtunk. Nem tudom, hogy ki szabad-e mondani, de ez 3% alatti, úgyhogy ezt gondolom, hogy ebben a mai korban ez egy nagyon kedvező lehetőség, éltünk is vele. 10 éves futamidőre vettük föl az összeget, abban bízunk, és a számunk azt mutatják, hogy már a 10 éven belül a törlesztési idő alatt is néhány millió marad a értékesített energia és a hiteltörlesztő részlet között, de amikor ez a 10 év eltelik, és az bizony egy önkormányzat életében nagyon gyorsan eltelik, ebbe egész biztos vagyok, akkor azt követően a teljes bevétele az 500 kW-os kiserőműnek az önkormányzat pénztárcáját gazdagítja és gyarapítja. És akkor intézményi felújításokról, ezeket hagytam a legvégére, nem csak azért, mert volumenében ezek voltak a legkisebbek, hanem azért is, mert arról tudunk beszámolni a sok-sok beruházás után, és az elmúlt 4 év tapasztalata alapján, hogy hál' Istennek olyan intézményünk, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, és komoly, több százmilliós felújításra szorul nincsen. Igyekszünk olyan körülményeket teremteni, amelyekben jól folyhat a munka, de azért mégis mindig van tennivaló. Így van ez az óvodákban is, a sok-sok tagintézményben.
Nagyon sok helyen padlók, parketták kerültek felütásra, így történt ez a Szélkakasos óvodában is, mint ahogy a vizes blokkok is folyamatosan újulnak az óvodáinkban, és a sok-sok kültéri, udvari játszó eszközöket is valahova el kell helyezni. Beszéltünk a Perccel utca 27-ről, amely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak az épülete. Maga a projekt ugye az épület felújítására volt elég, és arra lehetett fordítani. Eszközbeszerzést is említettem. Az eszközbeszerzésbe beletartozott egy Suzuki Vitara is, ami szintén a pályázatból fizettünk, de már ami a Vitarát az időjárás viszontagságaitól védené, arra sajnos nem lehetett fordítani a pályázatból egy fillért sem, ezért önerőből ezt megvalósítottuk, mint ahogy a gondozási központ másik épületét, a főépületének a tető felújítását is önerőből valósítottuk meg az idei esztendőbe, a Perccel utca 29-ben, így nézett ki a tető felújítás előtt, és így néz ki ma az épületben, használják jó szívvel, mert egy nagyon mozgalmas és soha nem unatkozó, bár a legidősebb réteget felölelő intézményünkről van szó. És akkor csak azért emelem ki, mert a lakosságot alapvetően szerintem leginkább ezek a fejlesztések érintik, még akkor is, hogyha volumenében ezek a legkisebbek, meg nem is olyan grandiózusak, mint egy-egy több százmilliós beruházás, de ha valaki megbotlik a járdába, vagy egy rossz helyzetbe kerül a közlekedés során, akkor sokkal nagyobb bosszúságot okoz, tehetünk mi egyébként emellett bármit. Ezt évek óta tapasztaljuk, hogy igyekszünk ezekre az árok és járdafelújításokra is évről évre egyre többet fordítani. Itt történt ez 2018-ban is, 21 millió forintot költöttünk járdákra, plusz az árkok felújítására, és itt a diákon csak néhányat szeretnék illusztrálni, egyiket sem különösebben kiemelve, sokkal-sokkal több kép is felkerülhetett volna, csak néhányat tettek be a kollégáim, amelyek már elkészültek, és egy van még folyamatban, amely most is zajlik kint Majoson az Ötös utcában, egy több millió forint értékű járdafelújítás zajlik épp a napokban is. Nyilván időjárás függvénye, hogy hogyan fogjuk tudni befejezni, ez pedig a Perccel utca folytatása a József utca sarkáig. No, én azt gondolom, hogy az a csapat, ami velem együtt dolgozik most már 4 éve az önkormányzatnál, azzal a hivatallal, amelynek az élén jegyzőasszony áll, és valamennyi munkatársammal legyen az önkormányzati vagy hivatali dolgozó, egy ilyen csapatot alkotunk, mert enélkül egyébként erről nagyon sok sikerről nem is tudtam volna beszámolni önöknek, úgyhogy ez egy közös csapatmunka eredménye. Amit még viszont nagyon fontosnak tartok elmondani, és tényleg már csak egy gondolat, hogy ez a csapat azért évről évre bővül, az önkormányzat dolgozóin, munkatársain kívül is olyan tehetséges fiatal bonyhádiakkal, akik akár tervezőként, akár kivitelezőként, akár műszaki ellenőrként az élet számos területén segítik a mi mindennapi munkánkat, és én ennek szívből örülök. Mert hogy fontos ez, hogy egy legyen a célunk, ugyanazt akarjuk egyre többen, és akkor lehet azt elérni, hogy ez a város 2019-ben is tovább fejlődjön. Köszönöm még egyszer a figyelmüket!